Az európai parlamenti választások előtt az Euronews megkérdezte a listát állító magyar pártok képviselőjelöltjeit, mit szeretnének elérni az EP-ben. A Mindenki Magyarországa néppárt listájának vezetője Márki-Zay Péter. Mindenkit arra kérünk, hogy adjanak 5%-ot az ötös listára, hiszen a Mindenki Magyarországa néppárt bizonyítottan a legátláthatóbb és legkorrupciómentesebb, korrupcióellenesebb párt ma Magyarországon és közösség. A mi gazdálkodásunkban, a mi közösségünk gazdálkodásában még a titkosszolgálat sem talált semmilyen hazaárulást, korrupciót, de még egy hazugságot sem. A Mindenki Magyarországa néppárt az Európai Unió legerősebb pártcsaládjához, az Európai Néppárthoz szeretne csatlakozni. Ott szeretnék képviselni a magyarok egészségét, a magyarok biztonságát és a magyarok becsületét. Szeretnénk, ha a magánegészségügy is ingyen lenne azokban az esetekben, amikor az állam nem tud gondoskodni arról a befizetett pénzeinket cserébe, hogy időben kapjunk egy diagnosztikai eljárást vagy egy életmentő műtétet. Szeretnénk a határaink megvédéséhez, az illegális migráció megfékezéséhez a Frontex segítségét kérni, és feltétlenül csatlakoznunk kell az Európai Ügyészséghez, hogy ne legyünk többé egy következmények nélküli ország.